Ordina Tibor 29-es magyar bajnok távolugrásban, hármasugrásban, csapatban és 200 méter futásban. Távolugrásban az örökranglista 5. helyezettje napjainkig, míg hármasugrásban az örökranglista 3. helyezettje. Párizsban a fedett pályás világbajnokságon egyetlen fehér emberként bejutott a 12-es döntőbe, ahol 8. helyen végzett. Kijutott az 1996-os olimpiára Atlantába. Ordina Tibor életében először atlétikában, 1988-ban, 17 éves korában egy a középiskolai tanintézmények atlétikai versenyén indult, és ezt 5,98 méterrel meg is nyerte, ami azért is volt különleges, mert a komplett korosztályos távolugró mezőn jelen volt. Míg ellenfelei 6 éves korukban kezdtek atletizálni, Tibi 17 évesen ugrott be a köztudatba. A verseny után Gábosi Lajos azt mondta neki, neked atlétika pályán lenne a helyed. Ezután Tibi, Csabai Zsolttal, akkori testnevelés tanárával el is kezdte az edzéseket. 1989-ben már kijutott a Diák Olimpiára, ahol hármasugrásban 2. helyezett lett, és egy hihetetlenül termékeny évet mondhatott magáénak. Budapest bajnokság, hármasugrás 14,90 méterrel 2. lett, és ezzel válogatottsági jogot szerzett a Magyarország-Csehszlovákia NDK versenyre. Osztravában a junior atlétikai bajnokságon az első sorozatban 14,98 métert ugrott, ami egyéni csúcs volt, és ezzel 3. lett. Honvéd nemzetközi atlétika bajnokságon 7,33 méterrel távolugrásban 1. helyezett lett. Majd ezután az országos atlétikai bajnokságon végleg eldőlt, hogy Tibi távol és hármasugró lesz. 7,62 méterrel távolugrásban 1. lett, és megjavította a 18 éves ifi csúcsot. 15,1 méterrel hármasugrásban 3. lett, ezekkel teljesítette az ifi EB szintet. Az elő EB-n Varasdon, ahol a nemzetközi mezőnyek kisebb szegmense jelen volt, távolugrásban 7,1 méterrel Tibi 1. lett. 1990-ben Plovdivban a junior világbajnokságon 15,96-dal bejutott a legjobb 12-be. Mindezt a BKV előre színeiben. Ekkor eligazolt az UT-ba, ahol Kasper Kievic Gábor lett az edzője és komoly technikai felkészülésbe kezdte. 1991. május 30-án vidékbajnokságon 7,78 méterrel 1. helyezést ért el. 1992. U22-ben Európa kupán hármasugrásban 1. helyezett lett. Ebben az évben Ordina Tibor az év utánpótláskorú atlétája. 1993-ban Trikotex kupán 4 sorozatig Tibi vezetett 7,87-dal, pedig Mike Powell volt az egyik ellenfele, aki az utolsó sorozatban 8,44-dal leszorította a dobogó 3. helyére. Viszont ezzel az ugrással teljesítette a fedett VB szintet. Fedett OB-n Tibi nyert 7,83 méterrel. 1993. februárjában részt vett a torontói fedett pályás VB-n. 7,75 méterrel első nyári válogató versenyét megnyeri, bekerül a csapatba és mehet az Európa kupára, amit Brüsszelben rendeztek, és 7,67-dal 3. helyezést ért el. Az 1993-as csapatbajnokságot máig fennálló csúccsal Ordina Tibor, Cingler Zsolt, Almási Uzsoki János, Police Zsolt nyerik el. 1993. junior bajnokságon távolugrásban 7,96 méterrel Tibi nyer, másnap ellenszélben 7,91-ot ugrik, amire még a nagyok is azt mondják, hogy parádés ugrás. Egy nappal később hármasugrásban 16,19 méterrel 2. lett, és még aznap a 200 méteres síkfutást megnyeri. 1993. országos bajnokság. 8,4 méterrel egyéni csúccsal a távolugrást ő nyeri. Ezzel a mai napig az örökranglista 5. helyezettje. Ugyanebben az évben szerepel a stuttgarti felnőtt VB-n. 1994. Fedett pályás EB-n távolugrásban 7,67 méterrel a döntőbe jut. OB távolugrásban 1. lett 7,85 méterrel. 1994. a Helsinki EB-n is szerepelt.
1995-ben súlyos bokaszalagszakadás miatt fél év kihagyás után a varasdi válogatott versenyen első lett 7,99 század méterrel távolugrásban. Ekkor már Szalma László az edzője. 1995. OB-n szintén első lett 7,79 század méterrel. 1996. Első versenyén rövidről 10 lépés, 3-as ugrásban 16,25 század méterrel nyer. 1996. OB első helyezett. Fedett pályás OB-n távolugrásban és 3-as ugrásban is ő állhatott a dobogó legfelső fokára. A csepeli nemzetközi versenyen 16,90 százados célbaugrásával nyert, és megnyeri a jogot az atlantai nyári olimpiára. Mondhatjuk, hogy ez a verseny jól kezdődött, hiszen magyar győzelemmel. Szalma László tanítványa ez a 26 éves fiatalember, egyéni csúcsot ugrott, ő készül Párizsra, most már szeretne egyszer döntőbe kerülni. Számos világversenyen volt ott, de sose sikerült, nem lépett be. Hát körülbelül ugyanannyit ugrott. Ez pedig azt mutatja, hogy megbízható, jó formában versenyez. Egyébként távolban is jó, 751-et ugrott az első idei versenyen. 16 méter 67 centimétert ugrott, igazán nem panaszkodhat, teljesen megbízhatóan jól ugrott. Az 1.15.80-as elesett ugrását leszámítva 16.69, 16.68, 16.67, és ő a győztes. 1997-től a Fradi színeiben atlétizál tovább, és a fedett pályás OB-n távolban és hármasban is nyer. 1997. február 28-án 16,86 százados egyéni csúccsal a párizsi fedett pályás világbajnokságon egyedüli fehér emberként 8. helyen végez. 1998-ban a fedett pályás Samsung kupán 16,96 százados egyéni csúcsot ugrik, amivel megnyeri a versenyt, és ezzel az eredménnyel 3-as ugrásban a mai napig az örökranglista 3. helyezettje. Következik Ordina Tibor, 15.88-at ugrott az első sorozatban. Vastaps is segíti az ugrást. Elbördül a közönség, és diadalittasan a magasba emeli a karját. Ordina Tibor is elég messze a léctől. Idei legjobbja egyébként 16.76, a múlt héten Magyar Atlétikai Szövetség meghívásos versenyét érte ezt el, most viszont 16.96-tal új egyéni csúcsot ugrott Ordina Tibor. 1999. Fedett pályás OB-n távolban és hármasban is nyer, és a 2000 augusztusában rendezett OB-n visszavonul. 8-at ugrott az imént, most pedig Ordina Tibor van.